A Kenyereiri csatorna és a csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciójáról, a tüdőgondozó átköltözéséről, valamint az óvoda felújítások részleteiről is szó esett tegnap dr. Kovács László önkormányzati képviselő lakossági fórumán. A várost érintő nagy beruházások mellett a tegnapi utcafórumon az egyik legnagyobb hangsúlyt a tabáni városrészt érintő csapadékvíz elvezető árkok, illetve a Kenyereiri csatorna felújítása kapta. Ez sok helyen ez a csatorna rendszer, ugye föld alapú, a rézsű megsúvat, több helyen beomlott, a elvezetés akadályozott. Ez 2 kilométer hosszan ennek a csatornának meder elemek kihelyezésével, illetve több helyen meder burkolással 140 négyzetméternél, az átereszeknél és a becsatlakozó árkoknál teljes felújításra kerül sor. A városrész két óvodájának teljes felújításáról is tájékozódhattak a fórum résztvevői, ahol kiderült, csak a Pálffy utcai intézmény teljes körük rekonstrukciójára több mint 70 millió forint forrás áll rendelkezésre. A Pál utcai óvoda kevésbé rossz állapotban van, de a kivitelezők mindkét épülettel őszig elkészülnek, így azokat szeptemberben már birtokba is vehetik a gyermekek. Kovács László továbbá beszámolt a lakosoknak a tüdőgondozó átköltözéséről. A kórház központi épület részénél jelenleg is folyó munkálatok után a elkövetkezendő hónapokban várhatóan meg fog történni, a Kokron palotából fog oda beköltözni, és az egész egészségügyi ellátó központ fekvő és járó betegellátás megújulva szolgálja a város és a környező településeknek az egészségügyi kivizsgálását, kezelését, ellátását. A képviselőt közművesítéssel és telekbeépítettséggel kapcsolatos problémákkal, valamint a közterületfelügyeleti ügyekben kérdezték a tabáni lakosok.